Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok, srácok! Folytatjuk a Citroen citromkodást, miközben csiripelnek ezek a fantasztikus kis rozsdafarkúak itt a háttérben, akik telibe szarnak nekem itt mindent a pajtában, én nem bántjuk őket, mert aranyosak. Meg kéne néznünk, hogy mit tudunk csinálni a váltóval. Sziasztok, srácok! Reklám Tomi vagyok. És tudjátok, mi fog következni? Egy reklám! Ugyanis a mai ügyvédi videót a Car Vertical támogatta, amit már jól ismerhettek erről a csatornáról, mert már egy jó ideje itt vannak, mint támogató. A Car Vertical egy autó előért lekérdező applikáció, weboldal, ahova némi pénzért cserébe beírhatod az alvásszámodat vagy rendszámodat, és le tudod kérdezni az autód esetleges előéletet, volt-e törve, volt-e tekerve, vagy volt egyéb más olyan probléma, mondjuk lopott, vagy taxiként használták, vagy egyéb, amelyet nem árt tudni, mielőtt megvásárolsz mondjuk egy nagyobb értékű autót. A mai lekérdezésben egy Volkswagen Golfot fogunk megnézni, azért nem egy Citroen C5-ös, mert az én Citroen C5-ösöm az végig Magyarországon vezetett, és nincsen róla semmi. Üres. A kilométer óraja nem volt manipulálva, össze nem volt törve, ez van. De van itt egy Volkswagen Golf, egy 2005-ös Volkswagen Golf, aminek tekerték az óráját. Látszik a kilométer óra számlálójának a manipulálása, vannak némi képek, amelyeken jól látszik a kocsinak a belseje, ezek valószínűleg hirdetési fotók lesznek. Nem lopott, nem volt semmi törés vagy ilyesmi, legalábbis a Car Vertical szerint, és látszik, hogy 3.13-ról 2.10-re húzták vissza a kilométer óráját, ami így már sokkal kellemesebb a magyar piacnak, így már sokkal szívesebben megveszik az emberek, nem látják azt a jó nagy számot ott a műszerfalon, hanem csak 200 pár ezer kilométer. Minden behozott turbo dízelbe 200 pár ezer kilométer, mindenki tudja. Nem volt törött, nem volt lopott. Itt vannak az adatai, jól tippeltem, 1,9 literes diesel. Az idővonalon látszik, hogy Olaszországból származott a gépjármű, ami jó a korróziónak egyébként, és 23.6. hóban vizsgáztatták és regisztrálták Magyarországon. Ilyen és ehhez hasonló információkat kaphattok egy Car Vertical lekérdezésből, hogyha használjátok a kuponkódot, ami itt van, kedvező minden egyes alkalommal működik, hogyha autót kérdeztek le, nem csak az első lekérdezés alkalmával, ki van próbálva, én is használtam. Szóval, hogyha van pár millió forintod egy autóra, és azt megvennéd, és nem akarsz vele hatalmasat bukni, hogyha nem muszáj, akkor érdemes előtte pár ezer forintot áldozni egy lekérdezésre. Lehet, hogy nincs semmi kompromitáló információ a járműről, de hogyha van, akkor később az komoly költségekre tud téged megmenteni. Addig is! Link a leírásban, itt a kuponkód, és vissza a videóhoz. Az előző videónál azért kaptam nagyon sok építő jellegű kommentet, amivel sikerült azért elindulni dolgokkal. Szóval, mint ugye kiderült, meg én is googliztam utána, ez itt egy csapágy persely, ami a Wandlernek a megvezetésére szolgálna, és mint tehát ugye belül is látszik, az ott elég rendesen odaégett, valószínűleg az olaj szivárgás miatt, ugye kevés volt már az olaj a váltóba, és ugye ez az olaj pumpába kellene, hogy legyen a váltóba, a szimmeringgel együtt, ami most jelenleg nincs. Azt is megtudtam, hogy ez nem nyeles tengely, hanem turbina tengely, vagy input tengely, és hát itt kellene lennie nekünk ennek a persejnek, és az jól látszik, hogy igen csúnyán megforgott a házban is. Ezt láthatok az előző videóban is. Na most, ez itt maga az olaj szivattyúja a váltónak, ami azért nagy probléma, mert ez belülről van csavarozva. Szóval ez nem jön csak úgy széllyel. És tekintve azt, hogy valószínűleg fényforgács került a váltóba, ez az automata váltó, ez záros határidőn belül így is úgy is megdöglene. Nem szeretnék ebbe az autóba automata váltót venni, mert hiába veszek 100 000-ért egy váltót, ki tudja, hogy jó-e vagy nem-e jó-e. Adódik a kérdés, hogy most akkor mi legyen. Hát igazság szerint két lehetőségem van. Vagy veszek egy váltót, vagy átmegyünk abszolút kubai autószerelő módba. Ezt is valahogy összerakjuk, hogy ez ne folyassa az olajat. Szerintem ismertek, hogy melyiket fogom választani. Megnézzük, melyik zsiguli alkatrész lesz jó bele. Első körben meg kellene szabadítanunk ezt a Wandlert ettől a csapálytól, illetve a kis olajterelő lemezkétől, meg a szimmeringtől is. Aztán onnan fogunk tudni tovább menni, de azt nem tudom, hogy hogyan fogjuk csinálni, szerintem ezt le kell innen melegíteni, de először az olajat ebből valahol odébb kell tenni. Most meggyújtom, akkor az olaj is meggyullad. Úgyhogy lemelegítjük ezt a kis csapágyat. Csak túlméretes lehet kapni, tehát kívülbelül túlmérettel, és ezt rá kéne szépen illeszteni, esztergályozni a Wandlerre és az olajpumpára is.
ami ugye bár teljes szétszedést igényel, tehát nope. Szóval megnézzük, hogy mennyire nagyon damaged a dolog, és hogyha sikerülne esetleg fölpolírozni a csapágyat valahogy, és még valamilyen szinten szorulna is a váltóházban, ha nem, akkor felpontozzuk. Láttam már ilyet nagyon-nagyon nagy eszter a gépeknek a fő orsó csapágyánál is. Megoldható a dolog. Felpontozzuk, piros loktájtozzuk, belehegeztjük, tökéletes lesz úgy, ahogy van. Aztán kap hozzá egy fasza szimmeringet. És reméljük, hogy benne marad az olaj. Mert valószínűleg elő fogja magát elfosni a váltó a belekerült spéntől, mint hogy megint megforogjon benne. Nice. Szóval srácok, aki nem bírja a megkelek megoldásokat, az most forduljon el, kattintson át a kerekmesére, vagy éppen a Tomi mesékre. Van olyan, nem én csinálom. Aki meg esetleg itt marad, az szemtanúja lehet egy igazán high level barbár kókányolásnak, aminek hát reméljük a végén lesz értelme, mert most így is össze kell rakni az autót, tök mindegy, de ha nem folyatja az olajat, a váltója meg vált, én nem ellenzem. Ezt a megkelekes megoldást az meg. Hát ez imádni fognak, hát senki ne csinálja után, nem így kell automata váltót javítani, ez egy baromság, amit én csinálok, ez nem. Itt abszolút nincs semmilyen létjogosultsága ennek a megoldásnak. Csak egy idióták csinálják így, mint én az interneten. Jó? És akkor tisztázzuk, mielőtt bárki nekiállna itt nekem hápogni, hogy most Uramisten, mit művel ez az ember? Undorító. Most van egy olyan tippem, hogy ez nem kerül vissza. Nem tudom egyőre mi legyen ezzel, srácok. Sajnos. Meg kéne vennem hozzá a csapágyat. Megnézni, hogy valahogy összetudjuk-e megmesterkedni. Nos, srácok, az előző videó résznek után apró változások történtek. Elsőként kiesett egy drópajtából, meg minden tiszta kokain, és én nem pólóban vagyok, hanem nagy kabátban, ami azért van, mert egy pöppet betelesedtünk ide, mondhatni. Megtelesedett az idő, és közben a flotta kikerült ide, meg közben lett egy kerítés, meg közben lett egy robúrfülke is itt, ami tök jó. Ezt használom macska melegedőnek, itt az egérfogó kóbormacskáim itt melegednek benne általában. Na de, amiért itt vagyunk, nézzük meg, hogy hát hogy állok a Citroennel, mert én azért dolgoztam vele nem is keveset, amióta az előző epizód lement, nem ment le, mert nem ment ki, csak így félig meddig elkészült, aztán nem lett belőle semmi. Úgyhogy lássuk, hogy hogy áll a Citroen. Lássuk a medvét. Igazából tudom, hogy videózni kellett volna, csak hogy volt itt az ügy is, meg minden, kicsit így be is depisztem tőle. Értem, hogy mindig van, csak akkor jobban volt, és hát kényelmesebb volt egyszerűen dolgozgatni rajta, és nem videózni, meg nem ezen gondolkodni, hogy hogyan lesz például a műsor. De igazából észre sem fogjátok venni a változásokat, mert apróságok. Sok munka volt vele, de apróságok. Szóval kapott az autó egy szett alufelnit, egy nagyon fai hátsó szárnyat, kidobtam belőle azt a Cetres V6-os motort, meg az automata váltót, kapott egy 2 literes HD-t, 109 lóerővel, meg egy manuális váltót. Átfényeztem szürkére, és találtam rá egy rendszámot Szombathely egyik mellékutcájában, úgyhogy rátettem azt. Yeah! Dolgoztam rajta egy picikét. És hogy erre mind miért volt szükség? Hát azért, mert a fehér az olyan snasz volt, automata váltót találni meg rohadtul drága lett volna, meg a V6-os sokat evett, úgyhogy inkább ezt megoldottuk így. Egy forgalmit nyomtattam, mert találtam zöld kreppapírt a papírboltba, és arra tudtam simán nyomtatni tintasugaras nyomtatóval egy új forgalmit. Rendszámot, mert mondom, mint találtuk az egyik mellékutcában, úgyhogy ez ilyen, srácok, ez... Most ilyen szürke az autó, most kit érdekel a hatóságnak, mert nem olyan, hogy azt úgy találtam azt a rendszámot. Nem, ez csak vicc volt. Itt a fehér is. Bekúrtam ide hátra, mert hát nem volt jó hozzám. Így én sem leszek jó hozzá. Rohadjon meg. Egyszer még talán összerakom, de
Ez... Az igazság, 500 000-nál hagytam abba a számlálást, hogy mennyit kéne rákölteni alkatrész költségbe, hogy ez úgy helyel közel jó legyen. És mivel közben jött egy jobb vétel, lásd szürke, ezért inkább skippeltem ezt az autót egyelőre. Nevemben van, ott a rendszám a hó alatt, szóval a kedves hatóság lehet bekapni. Nem hulladék, szét van szedve, és nem autóbontóztam, csak nincs benne a váltója, mert szar. Majd egy év múlva összerakom, talán. Amihez jogom van. Mivel videóval tudom bizonyítani, hogy diagnosztikára lett szétszedve. Diagnosztizáltam, hogy egy kupac szar. Úgyhogy, ja, ő most egyelőre itt fog megrohadni a hátsó kertben. Jó helyen van itt. Sok vizet nem zavar. Aztán folytatjuk a videót a szürkével. Ugyanis ebbe kellett volna két darab xenon lámpa, ami hát mind a kettő ki van égve, valószínűleg a trafója is szar. Az egyik oldalit teljesen ki kellett volna cserélni, mert ott a búra is szar. Kellett volna rá egy lökhárító, mert szét van hullva. Kellett volna rá két darab féltenger, mert mind a kettő szar. Kellett volna rá egy automata váltó van erre, valami olyan, amire tudom, hogy tényleg jó, és nem fog egy 1000 km múlva újra megkotlani. Emellett, mint kiderült, egyéb más problémái is vannak, tehát ilyen elektronikai gebaszok. Úgyhogy inkább úgy voltam vele, hogy hát rohad el, és marad itt. De nem baj, jó helyen van itt, előbb-utóbb még lesz vele valami, mert az a 200 lóerős motor az tök jó benne, csak minden más fos. Úgyhogy most jön az a rész, amikor ezt itt elmentünk megvenni, mert ez tényleg egy véletlen jött alkalmi vétel volt, és hát 200 000 forint alatt van az autó jóval megvételre. Az más kérdés, hogy a következő videóban mennyit fogunk rákölteni, de olcsó volt. Hello. Akár az enyém is, de jó, hogy nem lett. Hello, stop. Ja, ez megint az a videó? Ez már megint az a videó. Jó. Oké. Okay. Lehetett volna akár az enyém is. Ez egy 3000 V6, de nem. De nem. Ez egy, szerencsére automata. Ez egy kicsit kevesebb, és nem V6, és nem benzin. És Citroen. Szépen kerekben a pumpa emelget. Oj, de emelgeti magát. Egész jó hangja. A motor az jó. Jó, nem a motor az szokott egy probléma lenni. Nem az, hogy irigylem a motor, az a semmi bajom? Ott. Jó, hát így visszatart a dologtól. Az originál gyári lowrider funkciókra beszélsz? Akkumulátor az viszont lehet, hogy kehes lesz. Hát, azt hallottam. Hát itt megmaradtam bele. Nice. Még egy puhán jár. Egy generátor csopágyad lesz benne. Hogy az? Nekem is mindig nyomja. De nagyon szép hangja. Valamiért hiányzik belőle a motortér burkolatnak a nagy része. Nem is értem. Mert de könnyebb lesz az élés cserélni. Hát biztos. Szövet belső. Pici hifi. Valaki nagyon pálcézó volt. Já. Várj, ez mondom. Itt a szervizseft. Szervizkönyves. Most írtuk a videó kedvéért. Nice. Ó, süllyedünk! Sö? Még nem működik. Ó, oh, yeah! És megindult föl. Ez az off-road üzemmód. Lábújhegyre állt. Ez azért... Na. Azért befér már alá a 19-es kuzas kerék így. Amikor lerohoz könnyebb alá. Igen. Csak azt elengedi meg át a hidraulika, akkor véged van. Nem, ha fölrakod szervizüzemmódba, fönnmarad. Igen. Ja. Na erre teszel. De így, hogy akarsz volna menni, bortolodok, ha ilyenkor lefixál. De 30-ig engedi. Leállíthatom? Aha.
szépen leáll egy. Tudip, tudip, tudip. Citroën. Creative Technology. Citroën. 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 Egy fasz vagy. Bocsánat. Szereld is vissza. Citroën. 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 Az patika. Citroën. Jobban indul, mint a BMW volt. Citroën. 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 Mi az szor? Citroën. Lábjegyzet a montázs mellé, egy picit elásadtam az autót, mert ott van egy luk hátul, mert nem akartam belemenni, és túlságosan csak hátat tolattam, de a Volvo kihúzta. Az. Mindent egy jó felvételért, nem igaz, srácok? Terepjáró üzemmód, át lehetne jól verni a komputert, ugye úgy alakítani a magasságállítást, hogy ez így maradjon, mehetne rá a teremgumi. Nagyon beteg. Azonban itt adódik a kérdés, hogy de Tomi, hát minek kellett ez neked? Egyrészt eludtam ugye a BMW-t, mert mentem volna egy másik BMW-ért, csak azt egyéb okokból skippeltem. Meg is bántam, mert az egy nagyon jó vétel lett volna. De ez van, hát erről most lemondtam. És volt mellette ugye a Tipo, amit már láttatok videóban, tök jó. A Tipo egy nagyon fasz a kis gép, hogyha csak ilyen helyközi futkosásról van szó. Mert 3000 forog 90-nél, és olyan 9-10 zabál. Ami, mint mondtam, a helyi munkás autónak tök jó, amikor csak így a rövid távokra kell futkározni vele, meg egy baromi vicces kis autó, és baromi élvezem vezetni, de hosszabb távra nem mennék vele. Nem, egyszerűen persze el lehet menni, de én szerintem ez nem arra való, és szerettem volna egy kényelmes, érdekes autót a kis popsim alá, ami tetszik is, meg jó is, meg van belőle videóanyag is, de nem kell egyből azzal kezdeni, hogy egészet szélre kell szedni, és mondjuk ez még későbben ez még össze fog jönni. És hát Attila barátom szólt, hogy van egy ilyen vétel, igazából csak neki lett volna egy ilyen vétel, de mondta, hogy mivel ugye megszívtam a másik C5-tel, mi lenne, hogyha akarok egy ilyen próbát tenni. Én meg úgy voltam vele, hogy nekem nagyon tetszik a C5, meg nagyon tetszik ez a hidroaktív 3-as futómű, ami nem a 3 plusz, hogy lehessen a keménységet is állítani, de annyi baj legyen, és hát nagyon-nagyon pici pénzért, bőven 200.000 forint alatt lett volna ez az autó. Mondom, benne vagyok, hát ennyiért, még a hülyének is megéri, nekem meg főleg. Azonban vannak hátrányai annak, hogyha megveszel egy alsó hangon félmilliós autót az értékének a töredékéért, mert hát ennyiért nem adnak el jó autót. És ez sem volt teljesen tökéletesen fasza. Bár a karosszéria rozsdamentes, a motorja nagyon jó, 240.000 km van benne, ami most a 298 az óra szerint, mert sajnos az óracsoportja halott volt, illetve hát a kilométer órája nem működött, ez egy mechanikus probléma, a legtöbb C5-nél szétszakad bele a kilométer óra mutatónak, illetve hát annak a mechanikájának.
De ez meg lett oldva, most van ennek 298, de őszintén szóval nem érdekel, állapotot teszünk nem kilométert, ez a maximum a jövőbeli eladási árat tudom magamnak csökkenteni, de én egy rendes autós szerelgetős ember vagyok, én nem visszatekerek, hanem előre. Én a kuncsávnak akarok jót. Ez egy kisebbi gond volt, mert van még egy másik típus hibája ennek az autónak, ennek is a 405-ös Peugeot-nak, méghozzá az, hogy a műanyag lefentjük a fűtésboxban, azoknak a tengelye, eltörik. És onnantól, hát ilyen féloldalas a fűtés. És hát ez a féloldal sajnos a vezető oldalra esett, úgyhogy a vezető oldalon nincs fűtés. Másik oldalon van, hát a vezető oldalon nincs. Ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy még meg lesz ez a szétbombázás, mert azt úgy lehet javítani, hogy műszerfal ki. Ha műszerfal ki, akkor ott mindenki. Megreméltem hozzá már a felújítókészletet, de most jelenleg egy ilyen kétnapos tortúrát nem fogok itt a hűtetlen pajtában megejteni, úgyhogy ezt most egyőre skippelem. Fűt, mert fűt, csak jön mellette hideg levegő is, és hát nem akkora hatékonysággal, mint amúgy kéne. De ez még mind nem lenne probléma, annyira, mennyire vettem az autót. Volt még egy másik aprócska probléma, a kuplünge csúszott. Kislábújjal kellett kezelni a gázpedált, mert 2500 fölött, ha akartad, ha nem, megcsúszott. És indulásnál rázta a kuplungpedált. Oh yeah! Hiába 2 liter HDI, ebben kettős tömegű lendkerék van. Double weight flywheel! Yeah! És szar volt. És gondolom meglátta az űrge, hogy lista áron csak az alkatrészt 407 000, plusz ugye a szerelés az általában egy százas a kuplungnál, és úgy gondolta, hogy inkább az autót inkább minél hamarabb, minél gyorsabban eladja. És itt jött a Balek, én, aki ezt megvette. Szerencsére ezt már megoldottuk, amit a következő videóban fogtok látni, az Ambelli Ákos hatható segítségével nagyon-nagyon fajn kuplungozást hajtott végre nekem, én meg közben videóztam és mellette unatkoztam. Nagyon szar dolog, hogyha az ember nem folyik bele a szerelésbe, ezt meg kellett állapítanom, de minden esetre Ákosnak innen is előre köszönöm, majd a másik videó végén is meg fogom köszönni, amit majd a következő videóban láthattok. Meg vannak még apróságok, amiket majd szépen lassan ki fogok javítgatni, mert szeretném most, már mindig ezt mondom, de ezt az autót egy kicsit hosszabb távra megtartani, mert egy jó alapot találtunk, egy bontatlan autót találtunk, ez egy magyar autó, tehát ez a rendszám, ne tévesszem meg senkit, ennek H-s rendszáma volt eredetileg, úgyhogy tudott az előélete. Szerintem egy jó dílt csináltam. És annak a három embernek, akinek bejön ez az autó, quality contentet fogok belőle gyártani, mert a következő epizódban megindulunk vele aznap Budapestre, még a szar kuplunggal, és csinálunk vele egy jó kis road trip-et, mert az nekünk jó lesz. Szóval ez most egy ilyen kis teaser videó lett volna arra, hogy megint mit vettem napi használat jellegű használatra, és nagyon-nagyon tetszik az autó, nagyon kényelmes, és nagyon szeretném hosszabb távon megtartani. Mert akárhányszor átülök a Fiatba ebből, olyan, mint hogy egy szekérre ülnék rá. Nagyon durva. Úgyhogy van egy nagy, kényelmes, tágas, megfelelően agilis, erős, 109 lóerő, közlekedésre alkalmas, utazóautóm, és flancia, ennek minden következményével együtt. Szóval srácok, a következő videón találkoztok velem is, meg ezzel a csodálatos gépjárművel, és hát igen, kezdődik majd a franciázás Ákossal. Ez egy nagyon jó kör lesz, srácok. Nagyon szexuális. Na, sziasztok!